Sziasztok! Majdnem egy évvel ezelőtt, 2022. decemberében töltöttem fel egy videót, aminek az volt a címe, hogy Porckoromsérv per gerinc műtét tapasztalataim, és akkor beszéltem arról, hogy szeretnék egy videósorozatot készíteni ebben a témában, ugye engem tavaly nyervégén megműtöttek, de már előtte jó hosszasan szenvedtem, és az irányú tapasztalataimat szeretném elmesélni ebben a videósorozatban. Úgy terveztem, hogy már 2023. januárjában elkezdem feltöltögetni ezeket a videókat, viszont sajnos csak most jutott rá lehetőségem, kapacitásom, hogy ezzel elkezdjek foglalkozni. Hát nagyon-nagyon sok minden történt azóta, jó és rossz dolgok is egyaránt, szóval lesz miről mesélni. A lényeg az, hogy hasonlóan szeretném feldolgozni ezt a témát is, mint ahogy a dermoid petefészek ciszta műtétes dolgot elmeséltem, tehát külön szakaszokra bontom, egy lejátszási listában megtaláljátok majd, ahol szépen egymás után meg tudjátok nézni, de az is teljesen rendben van, hogyha csak egy-egy témára vagytok belőle kíváncsiak. Időrendben haladok a videókban, viszont sikerült úgy elkészítenem a vázlatot, hogy valamiféle egységet alkossanak ezek az időszakaszok. Próbáltam egy ilyen jellegű logika mentén elindulni, hogy ne csak így legyen egy 10 órás videó, amit így random felszabdalok fél óránként, hanem legyen minden kis részletnek egy ilyen éve, eleje, vége, ilyesmi. Szóval szerintem ilyen szempontból követhető lesz a téma. A leírás mindig nézzétek majd meg, mert még részenként is benne lesz a kis tartalomjegyzék, hogy azon belül körülbelül miről fog beszélni. Ha esetleg szóba kerül valami felkavaró tartalom, akkor azt már jelezni fogom, de így, ahogy előre elgondoltam, hogy kb. Miről lesz szó, nem hiszem, hogy érintek olyasmit, viszont feltétlenül szólni fogok, hogyha valami szörnyűség következik, de annak ellenére, hogy rossz volt, kellemetlen volt, kétségbejtő volt, depresszív volt ez az egész. Szerintem olyan nagyon explicit dolgokról nem fogok beszélni, mert nincs miről. Ha valahol nem vagyok elég részletes, vagy egyértelmű, akkor kérdezzetek bátran, és igyekszek a legjobb tudásom szerint válaszolni. Azt továbbra is kiemelném, hogy nem vagyok semmiféle egészségügyi szakember, nem vagyok hozzáértő, semmi. Kizárólag a saját egyéni tapasztalataimat fogom elmesélni, illetve amiket így mondok, hogy amiket én próbáltam, vagy nekem beváltak, azt ne vegyétek ilyen javaslatnak, vagy ilyen orvosi szakemberi minőségű ajánlásnak, hanem egy ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más, aki kipróbált dolgokat, aki átesett dolgokon, és most így elmeséli. Szóval kezdem, és az első rész következik.